Sziasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornámon. A mai videóban végre valahára elkészítem nektek életem első hivatalos kérdezfelelek videóját ide a csatornára. Nagyon sokan kértetek már ilyen jellegű videót, abszolút megértem ennek az okát, hiszen ezáltal ti is sokkal jobban meg tudtok engem ismerni, és én is nagyon-nagyon húztam, gyakorlatilag hetekig, hónapokig igazándiból, úgyhogy most végre leültem, és végre elkészítem nektek ezt a videót, úgyhogy ha szeretnétek megtudni, hogy az általatok feltett kérdésekre mi a válaszom, vagy szeretnétek egy kicsit jobban megismerni, akkor mindenképp tartsatok ma vele. Előjáróba szeretnék annyit még elmondani nektek, hogy elnézést kérek a háttér miatt, tudom, hogy nem a legrendezettebb. Nem igazán tudom, hogy a lakás mely részén kéne videóznom, ugyanis ez a helyiség is igazából itt a kettőnké, tehát tudjátok, hogy ott van egy részben fiús sarok, itt a normális komód, de átlátszik a hálószoba, szóval értitek, a lényeg, hogy elnézést kérek, hogy nincs egy kifejezetten szép, egységes hátterem, dolgozom az ügyön, tehát igyekszem dolgozni az ügyön, úgyhogy meglátjuk, hogy a jövőben mi fog ebből kisülni. De szerintem akkor térjünk is át most már tényleg a kérdésekre. Az első kérdés Edinától érkezett, akinek a kérdésére úgy hangzik, hogy az előző videónál is kérdeztem, hogy mitől ilyen szép fehérek a fogaid. Nekem nagyon tetszenek a videóid, hát először is Edina, nagyon szépen köszönöm, hogy tetszenek a videóim, remélem még sokáig maradsz a csatornán. A fogaim fehérségének a titka mögött nem áll semmi igazándiból, napi 2 fogmosás. Ennyi a titkom. Istennek hála nagyon-nagyon szerencsés vagyok, ez nem mindig volt így, tehát kiskoromban volt egy elég kritikus időszak a fogaimmal. Egyéves koromban volt egy köldöksév műtétem, és utána szó szerint az orvos, aki a műtétet végezte, miután nem volt az altató hatása, és ugye felkeltem, egyéves voltam, hát mit csinál egy egyéves gyerek, bömböl az édesanyja után, én is ezt tettem. Szó szerint az orvos szebevágott, és utána igazából a tejfogaim is töredezettek voltak, csúnyák voltak, feketék voltak, nagyon-nagyon rossz állapotban volt a fogsorom, viszont miután a tejfogaim kihullottak, és ugye helyére nőtt a rendes állandó fogsorom, úgymond, és ugye akkor több fogorvoshoz is elvittek a szüleim, és a legtöbb azt mondta, hogy valószínűleg soha nem lesz fogsorom se, szóval valamilyen implantátumot kell majd beültetni, tehát annyira nagyon rossz volt a helyzet. Istennek hála, miután a fogaim ugye elkezdtek cserélődni, egy ilyen szép fogsort kaptam. Egyébként soha nem volt szükségem fogszabályzóra se, elég rendezett tényleg, szóval egységes, egy síkban van, mindig is szép volt a harapásom is, úgyhogy nagyon-nagyon lekopogom, szerencsés vagyok, és Istennek hála, szép fehérek is, abszolút nem érzem azt, hogy fogkövesen lenne, vagy bármi, viszont szeretnék majd elmenni idén fogorvoshoz, tehát hogy így nézzessük át az egészet, nézzük meg, hogy hátul, ugye amiket nem látok részek, azok hogyan funkcionálnak, úgyhogy igen, nagyon-nagyon szerencsés vagyok, és tényleg semmi titka nincs a fogaim fehérségének, úgymond, tehát ez az én fogtörténetem röviden tömören. A következő kérdés Lilitől érkezett, aki azt kérdezi, hogy milyen sminkfixálót használok. Minden egyes videóban, amikor ugye ilyen sminkes tartalmat készítek, én elmondom, hogy nekem egyetlen egy sminkfixálom van, és ez gyakorlatilag nem más, mint az örök kedvencem. Mondjuk nagyon más nem is próbáltam eddig, de nekem ez nagyon-nagyon bevált. Ez pedig nem más, mint a Catrice-nek a Prime and Fine nevezetű Multitalent Fixing spréje. Ugye én ezt szoktam használni csillámos, glitteresebb állagú szemépuderekhez is, illetve ugye ezzel fixálom a sminkemet, de egyébként tényleg primerként is nagyon szépen funkcionál, amikor kicsit erősebb sminket szeretnék készíteni, vagy mondhatni, tényleg azt szeretném, hogy a nap végéig maximálisan tartson, akkor a sima primerem fölé még ezt szoktam felfújni, és igazából, amikor ugye elkészítem az arcsminkemet, tehát az alapozás, bronzosítás hasonló, akkor is ezzel szoktam fixálni, úgyhogy én őt használom, ennek a linkjét egyébként megtaláljátok lenn a leírásban is. Luca kérdezi, hogy a pizzás csiga receptjét, amit ugye az előző vlog videómban is elkészítettem, elkérheti-e? Természetesen igen. Tudom, hogy kérted annál a vlognál is, ha jól emlékszem, le fogom linkelni nektek, leírom ide a leírásba, és akkor ott meg tudjátok találni, tudjátok ti is készíteni, és ha elkészítitek, és mondjuk feltennétek Instagramra, akkor mindenképp jelöljetek meg rajtam, mert kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy sikerült, úgyhogy igen, a pizzás csiga a receptjét megtaláljátok lenn a leírásba. Tündinek több kérdése is volt, úgyhogy menjünk sorba rajta. Szia Cinti, én felteszek egy regiment kérdést. Mivel foglalkozol? Nos igen, a foglalkozásommal kapcsolatosan nagyon-nagyon sok kérdést kapok Instagramon, YouTube-on, videók alatt, mindenhol.
Instagramon ezt már kifejtettem nektek egy heti ilyen kérdezfelelekben. Érdemes követni egyébként Instagramon, mert tényleg általában heti egyszer szoktak lenni ott is ilyen kérdezfelelek, úgyhogy ha esetleg még nem tettétek meg, akkor ide kiírom az Instagram nevemet, és mindenképp kövessetek be, mert úgy gondolom, hogy az ilyen random kérdezfelelekből is tök sok mindent meg tudtok rólam tudni, szóval ott is nagyon sokan kérdeztétek itt is. Ott már kifejtettem, hogy a magánéletem ezen részéről nem szeretnék beszélni. Nincsen semmilyen oka, tehát nincsen semmilyen titoka a foglalkozásom mögött, teljesen egyszerű hétköznapi polgári munkám van, viszont tényleg ameddig lehet és ameddig módon van ezt az egészet kontrollálni, addig szeretném, és szeretném, hogyha ez teljesen független tudna lenni attól, amit én itt YouTube-on, illetve Instagramon csinálok. Remélem, hogy ezt megértitek. Nyilvánvalóan egyébként nem kell oknyomozó riporternek lenni ahhoz, hogy az, aki követi rendszeresen a tartalmaimat, vagy az, aki mondjuk a környékről követ, mert pontosan tudom, hogy vannak olyan követőim, feliratkozóim, akik innét a környékemről követnek. Nyilván azt is tudom, hogy van olyan, aki tudja, mivel foglalkozom, vagy hol dolgozom, de nem szeretném ezt közkívánatra tenni, ezzel egy picit talán magamat és az életemet, a magánéletemet védve. Remélem, ezt megértitek, és tiszteletbe tartjátok. Nincsen, ahogy említettem, semmilyen titok emögött. Ez egy ilyen egyéni preferencia, ez egy egyéni döntés volt, hogy ezt szeretném tényleg a YouTube-tól és az Instagram-tól távol tartani, ameddig lehet, amennyire tudom, úgyhogy igen, ez áll emögött. Szintén Tündi kérdezi, hogy mi a hobbid a videózáson kívül. Hát nagyon-nagyon szeretek sminkelni. Szerintem ezt azért már úgy, szerintem erre egyébként már úgy rájöhettetek. Nagyon-nagyon szeretek olvasni, és igazából nagyjából ennyi, amit így ide tudnék sorolni, mert nagyon hobbim amúgy nincsen. Tényleg a sminkelés, meg az olvasás az, ami úgy nagyon ki tud kapcsolni, úgyhogy igazából ezt a kettőt mondanám így hobbinak a videózáson kívül. Szintén Tündi kérdezi, hogy milyen virágokat szeretsz. Hát, ha most nagyon frappáns választ szeretnék erre adni, és nagyon, nagyon poénos akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a férjemet szeretem a legjobban, mert ugye nekünk virág a vezetéknevünk. Igen, nagyon vicces volt, tudom, de igen, ez tényleg egy ilyen nagyon klis vicc nálunk már, hogy nekem ő a kedvenc virágom, de egyébként a rózsát és a tulipát mondanám kedvencnek, de abszolút nagyon nagy kedvencem az ténylegesen a rózsa, de tavasszal imádom a tulipánt, és szerintem gyönyörű szép, úgyhogy ez a két virág igazából az én kedvencem. Melyik a kedvenc üzleted? Na most, hogyha ruházati üzletet veszünk alapul, ahol be lehet menni, meg lehet próbálni, fel lehet venni minden, akkor nekem a H&M lenne így talán a kedvenc, az se régóta egyébként. Illetve a New Yorkernek szoktam szeretni az akcióit, mert hatalmas, de tényleg hatalmas akciókat tud csinálni a New Yorker, nagyon-nagyon jó áron lehet nagyon jó ruhákat kifogni, úgyhogy üzleti így maga, ahova be lehet menni a H&M akciók terén New Yorker, igen, szeretem az akciókat, szeretek spórolni, szeretek jó áron jó dolgokat kifogni. Ha online ruházati üzletet nézünk, akkor viszont a crop. Nekem az egy nagyon nagy kedvenc, van is a croptól már hol videóm, nem is olyan régen, január elején vettem fel és töltöttem fel, egyébként ez a felső és onnét van, úgyhogy azt mondanám. Drogériás üzlet, hát ugye mivel nálunk ugye Rossmann van, így egyből ugye azt mondanám, hogy Rossmann, de maga így, ha azt veszük, hogy kínálat terén mit tud nyújtani, akkor a Müller, de az meg csak Sopronban van, meg Győrbe, úgyhogy oda nem mindig jutok el, úgyhogy igen, ruházati üzletet is mondtam, drogériát is mondtam, úgyhogy igen, van kedvenc drogériám is, meg van kedvenc ruházati üzletem is. És végezetül, mi kapcsol ki téged egy fárasztó nap után? Egy forró fürdő, illetve zuhany, mert hát zuhanyzónk van, engem abszolút az ki tud kapcsolni. Ha utána leülök a kanapéra, mondjuk, ha nagyon-nagyon extrém fáradt vagyok, de tényleg, amikor már totálisan a végét járom a mindenemnek, akkor egy forró zuhany és egy pohár pezsgő, ami a legjobban kikapcsol, csodákra képes. Átlag napokon, amikor csak így ilyen normál a fáradtsági szintem, akkor egy forró zuhany és mondjuk egy néhány, pár tíz, száz oldal olvasás. Azt tud kikapcsolni igazából, úgyhogy így ezeket mondanám. Diana kérdezi, hogy honnan jött az ötlet, hogy videózni kezdesz. Na hát, ugye egyre többetek veszi észre, fedezi fel, hogy én már azért régebben is itt voltam a YouTube-on, viszont akkor nagyon-nagyon fiatal, tapasztalatlan, szó szerint eszetlen voltam ez az egészhez, és abba hagytam. Meg abba is kellett hagynom, édesanyám sem nagyon támogatta ezt az egész dolgot, úgyhogy
abba hagytam. Igen. Viszont nekem mindig is nagyon-nagyon hiányzott, én nagyon-nagyon szeretek leülni ide, beszélni hozzátok. Tudjátok, hogy tényleg imádok veletek kommunikálni, úgyhogy annyira hiányzott, hogy így felvetettem az ötletet itthon a páromnak, hogy ő amúgy ezt támogatná, és igen, támogatja, ahogy láthatjátok. Úgyhogy újra elkezdtem, nagyon-nagyon szeretem csinálni, iszonyatosan kikapcsol, szeretek videóötleteken gondolkodni, szeretek így a lakásterén kreatívkodni, próbálok amennyire lehet titeket beengedni így az életembe, úgyhogy igen, nekem mindig jött az ötlet, hogy régebben is csináltam, nagyon-nagyon szerettem, most is imádom tényleg, úgyhogy igen, most visszatértem, ha lehet ezt így mondani, feltámadtam, mint Főnix madár, és szeretnék maradni, és szeretném így építeni ezt a YouTube-os dolgot, ameddig nyilván tudom, és lehet, úgyhogy régi nagy szenvedélyem mondhatni így, innét jött az ötlet. És ugyanez a kérdéshez kapcsolódik egyébként az, hogy a párom mit szól hozzá, vagy mit szólt hozzá, amikor belevágtam, ő egyébként maximálisan támogat, mindig mondja, hogy ezt kéne másképp, azt kéne másképp, túl sokat beszélsz, ne beszélj annyit, próbál meg rövidebbre fogni, szóval azért segít és ad tanácsokat, meg hát nyilván ugye ő szerkeszti a videóimat, én nem értek ez a részhez, vagy hát nyilván, ha akarnám, meg tudnám tanulni, nem azt mondom, hogy nem akarom, de ügyesebb ebbe, úgyhogy igen, ő szerkeszti a videóimat, úgyhogy azért látja, hogy mi esetleg a negatívum menne, és mi a pozitívum, mi kéne fejlődni, vagy fejleszteni, vagy hasonlók, úgyhogy ő nagyon támogató, egyébként mindenbe támogató, tehát bármibe belekezdenék, ő mindig azt mondja, csináld, próbáld meg, nem tudod, mi lesz, ha nem próbáld meg, úgyhogy tényleg ő egy maximálisan támogató, és ott van mellette társ, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezt is támogatta. Tíma kérdezi, neki egyébként több kérdése is volt, hogy mik a jövőbeli tervei, ez az első. Hát nyilván azért szeretném önmagamat fejleszteni, szóval nekem ez soha nem volt prioritás vagy opció, hogy megálljak azon a szinten, ahol vagyok. Tanulni szeretnék, fejlődni szeretnék, akár azt mondom, hogy ténylegesen szeretnék egyébként visszamenni az egyetemre, nem fogok kertelni, vagy hát elkezdeni az egyetemet, ugye... Amikor végeztem a gimivel, és ugye leérettségiztem, ahogy engem felvettek, de nem tudtam elmenni. Más az ott a sors, az élet. Kidobott szó szerint, és be kellett állnom a nagyok életébe. Be kellett állnom a sorba, és élni a nagyok életét. De nagyon-nagyon szeretnék diplomát szerezni, még mindig az a vágyam, hogy speditőr legyek. Még akkor is, ha mondjuk nem azon a területen fogok elhelyezkedni véglegesen, azért szeretném ezt kitanulni. Úgyhogy igen, az egyetem. Szeretnék angolból középszintű nyelvvizsgát szerezni, nagyon-nagyon szeretném egyébként, úgyhogy állandóan ezért angolul nézek mindent, itt legalábbis YouTube-on, tehát videókat mindent angolul nézek, és próbálok tanulni. Illetve hát ugye nyilván azért a párommal szeretnék egy közös otthont, nyilván nem most a vírus kellős közepette, meg hát abból ugye nem tudjuk, hogy hogyan fog a gazdaságra kihatni, vagy ugye hát az ingatlan piacra ez az egész, mert még amúgy nem vagyunk túl rajta, tehát azért ezt így kár elkiabálni, bárki bármit halljon, majd meglátjuk, hogy utána hogyan hat. Lehet, hogy akkor tudunk majd jó áron jó otthonhoz jutni, úgyhogy igen, nagyon-nagyon szeretnék tanulni, soha nem akarom a tanulást abba hagyni. Szeretnénk közös otthont, aztán a későbbiekben nyilván meglátjuk, hogy mit hoz az élet, lehet, hogy lesz egy közös kis gyerkőcünk, ez azért még azért egy jó pár év múlva lesz, úgyhogy ezeket mondanám tervnek, és hát igen, nyilván azért itt szeretnék YouTube-on is fejlődni, meg Instagramon is, aztán meglátjuk, hogy alakul, ez nyilván tőlem függ, hogy mennyi energiát és munkát teszek bele, és hát nyilván azért a polgári állásomban is szeretnék fejlődni, ott sincsen megállás, szóval mivel szeretek tanulni, szeretek új dolgokat kipróbálni, fejlődni azért, tehát nekem ez az életem része, hogy szeretek tanulni, úgyhogy igen. Az egyetem, a nyelvvizsga, közös otthon, egy nap egy gyerkőc, és hát ugye a fejlődés. Nekem ezek a terveim így röviden, tömören összefoglalva. Tíme a következő kérdés, hogy mi a kedvenc ételed? Nincs egy kifejezett kedvenc ételem szerintem, én nagyon-nagyon sokrétű vagyok etéren is, szerintem. Ha étterembe megyünk, mindig kivétel nélkül, szerintem nagyjából így 20. éve, tehát tényleg, szerintem tényleg így nagyjából, most nem akarok hülyeséget mondani, szerintem 10-15 éve biztosan mindig Gordon Bleu-t kérek hasábbal. Ha egyszer valamikor rizssel hoznak ki, az nagyon bántana. Volt már rá példa, nem tetszett, mindig hasábbal.
De tényleg, tehát akár a szolíterembe megyünk, mindig kordonbröt kérek hasába. De egyébként tényleg ezen kívüli nagyon kiemeli kedvencet nem tudnék, ezt így tonna szám minden nap tudnám enni amúgy, úgyhogy hát végül is mondhatni azt, hogy ez a kedvenc ételem, úgyhogy igen, gordonblő hasába. Következő kérdése témának az volt, hogy milyen típusú YouTube videókat szoktál itt nézni. Hát az igazság, hogy mostanában nagyon-nagyon szeretem az ilyen rendszerezős, takarítós, háztartással, konyhával kapcsolatos videókat, illetve az ebédötletes videókat is imádom, a foodhaulos videókat is imádom, meg ami igazából tényleg így ilyen lifestyle, szóval amiből te is ötletet tudsz meríteni. Most akár csak azt mondom, hogy egy másik ember milyen öblítőt használ. Tehát minden, ami háztartással, rendszerezéssel, konyhával, hűtővel kapcsolatos, én azokat imádom. Úgyhogy nagyjából ami mostanában ezeket. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy jól ejtem ki a nevét, ne kövezzetek meg. Alexandra Boyter? Talán így kell kiejteni a nevét, nem vagyok benne biztos. Az ő cleaning videóit és organization videóit imádom a lehető legjobban. Nagyon kikapcsol, nagyon szeretem, van egy gyönyörű kisfia, Forest. Lelinkelem a csatornáját nektek, hogy meg tudjátok nézni. Tényleg nagyon-nagyon imádom. Egy nagyon kedves, egy nagyon szerethető személyisége van szerintem. Gyönyörű az otthona, gyönyörű színeket használ. Amennyire én nem szeretem a színeket, de nála annyira imádom. Úgyhogy igen, az ő csatornáját lelinkelem nektek, és akkor meg tudjátok majd nézni. Most én nagyjából 3 napja nézem a videóit, amivel el vagyok maradva, úgyhogy az ilyen jellegű videókat szeretem mostanában. A következő kérdés az volt, hogy mi az, ami igazán kikapcsol a hétköznapokon. A következő kérdése még mindig témának az volt, hogy mi az, ami igazán kikapcsol a hétköznapokon. Ugye egy fárasztó napos kérdés, ugye azt, hogy mi kapcsol ki egy fárasztó nap után, azt már megválaszoltam. Igazából az, hogy amikor itthon vagyunk. Tehát, hogy amikor tényleg úgymond ketten vagyunk a párommal, az nagyon megnyugtató, tehát az úgy jól hat rám, tehát akkor úgy kerek egész minden, illetve hát a kiskutyám, tehát imádom a kiskutyámat, a világ legrosszabb, legördögibb teremtménye, de nagyon-nagyon szeretem, semmi pénzért nem cserélném ezt, tehát ő tökéletes, a lehető legcsodálatosabb kutya számunkra, imádom, szeretem, úgyhogy igazából ők, akik nekem így a kerek egész jelentik, és ami úgy a legnagyobb nyugalmat hozza a kis lelkembe. És elérkeztünk az utolsó kérdéshez, ami nem másra vonatkozik, mint hogy milyen jellegű filmeket szeretsz. Hát nagyjából úgy mindent. Tehát igazából, hogyha most egy konkrét kategóriára kéne rámennem, akkor nagyon-nagyon szeretem az akciófilmeket. Tehát inkább azt. Ugye én nagyon nagy Star Wars filmrajongó vagyok, nagyon szeretem a fantasy, illetve a sci-fi filmeket is, de abból igazából tényleg a Star Wars filmsorozat a legeslegnagyobb kedvencem, de összességében, kategóriában én inkább vagyok ilyen, én ilyen akciófilmes lány vagyok. Szeretem a vígjátékokat is, viszont azt inkább csak egyszer tudom megnézni, nem mindegyik filmet, tehát például a Kellékfeleséget, vagy a Családi üzemek, a Vakációt, bármikor meg tudnám nézni, tehát azon szét tudom röhögni az agyamat, de vannak olyan filmek, mint például a Nagyfiúk, amiket én csak egyszer tudok megnézni, mert utána unalmasak a poénok, úgyhogy abszolút akciófilm rajongó vagyok. Abból is szerintem a legnagyobb kedvencem a Halálos Iramban filmek. Most én nagyjából egyébként nem is tudnék más ilyen akciófilmet mondani, mi az elmúlt évek alatt megfogott, mert tényleg nem tudnék. Mostanában nincsenek olyan jó filmek, hát ugye mozifilmek sincsenek, úgyhogy nagyjából a filmgyártás is leállt szerintem Hollywoodban. Jó, nyilván azért jönnek ki új filmekkel, de egyébként tényleg nekem így az akciófilmeken belül is a Halálos Iramban filmek. Imádom a kocsikat, imádom a sebességet, úgyhogy igen, filmekben akciófilmek, illetve Star Wars, és ha ez hasonló filmek, amik nekem tetszenek igazából. És ezzel is érkeztünk a videó végéhez. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor azt mindenképp jelezzétek felém egy lájkkal. Ha szeretnétek még ilyen videót, akkor mindenképp írjátok meg nekem le a kommentben. És ha még nem tetted meg, de szeretnétek is a YouTube csatornán része lenni, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornámra, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Addig is legyen csoda szép napotok. Sziasztok!